Köszöntöm a nézőket! A mai kánonban foglalkozunk egyebek mellett az idén 25 éves Nagybecskereki Egyházmegyével, és ellátogatunk Magyarország jeles egyházi helyszíneire is. Tartsanak velünk! A Nagybecskereki Egyházmegye az idén ünnepli alapításának 25. évfordulóját. A jubileumi ünnepségre már 3 éve készülnek közösen a hívekkel. 25. évfordulóját ünnepli a Nagybecskereki Egyházmegye. Az első jubileumi szentmisét dr. Erdő Péter bíborost celebrálta. Október 2. vasárnapján folytatják az ünneplést, akkor Josip Bozanit zágrábi érsek misézik. A bánsági régió az első világháború lezárásáig a Csanádi Egyházmegyéhez tartozott, amely a történelmi Magyarország egyik legrégebbi egyházmegyéje volt. A vidéken már 1030-tól szervezett egyházi élet volt. 1030-ban államalapító királyunk, Szent István király megalapította a Csanádi Egyházmegyét, és ez a terület, ahol most lakunk, tehát Bánság vagy Bánát, a Csanádi püspökséghez tartozott 1030-tól egészen 1923-ig. Tudjuk, hogy az első világháború után 1918-ban megalakult ezen a területen a szerb-horvát-szlovén királyság, amely csak 23-ban kötött szerződést a Szent Székkel, Vatikánnal. A szerződés alapján a királyság megengedte, a Szent Szék pedig megalapította a belgrádi érsekséget, és a belgrádi érsekség részeként a bánáti apostoli kormányzóságot. Tehát 1918 és 23 között valójában itt nem volt katolikus élet, de nem volt szervezett katolikus együttműködés a papok között, és a pap és a püspök között. A katolikus egyházban és minden keresztény egyházban mindig is a püspökök az egység jele. 24-től volt egy itt lakó, tehát Nagybecskereken lakó apostoli kormányzó, aki később a első belgrádi érseknek nevezte ki az akkori pápa, és ez a helyzet egész 1971-ig tartott. Akkor a bánáti apostoli kormányzóság egy lépést tett előre, a Szentatya 1971-ben kinevezte Jung Tamás nagybecskereki plébánost az apostoli kormányzóvá, de már címzetes püspöki titulussal. Tehát ez már egy lépés több volt. A katolikus egyházban többféle püspökök vannak. Megyés püspök az, amely az egyházmegyét vezeti. Még egy apostoli kormányzó annyit jelent, hogy bizonyos kérdésekben dönthet, de még továbbra is függ a püspökétől. Az egyházmegye csak akkor alakul meg szabályosan és független jogi személyiségként, amikor püspöki rangra emeli a Szent Szék vagy a pápa. Ez 1986. december 16-án történt meg. Boldog II. János Pál pápa alapította meg az egyházmegyénket, és az egyházmegyénk első püspökévé 1988. januárjában Monsignor Huzsvár László akkori újvidéki plébánost nevezte ki. Huzsvár László püspök úr az egyházmegye vezetését 1988. februárjában vette át, és vezette az én kinevezésem még 2008. július 5-ig. A 25. jubileum alkalmából nem csak az alapításra emlékeznek, hanem az egyházmegye önállóságára is. Egyházmegye csak akkor valóban önálló, ha van saját püspöke. Előtte, a II. Világháború előtt nem ritkán történt meg, hogy a belgrádi érsek 3-4 évenként jött csak át a Dunán Bánátba. Tudjuk, hogy a Pancsovai hidat is csak a 30-as évek közepén építette a jugoszláv királyság. Tehát nem volt könnyű a közlekedés, és emiatt sokkal nehezebb volt. A híveink nem nagyon láttak érseket vagy püspököt, és ez hátráltatta a helyi egyháznak a működését és az önállóságát ugyancsak. A legutóbbi népszámlálás alapján a Nagybecskereki Egyházmegye területén 71 ezer katolikus él. Számuk mára lecsökkent, becslések szerint 60 ezeren élnek.
az ünnepségre több éve készülnek közösen a hívőkkel. Az ünnepséget úgy szerveztük meg, hogy 3 éven keresztül készítettük elő a híveket és önmagunkat, tehát minket is, papukat, meg én önmagam püspök is szerettem volna mind jobban felkészülni erre a jeles ünnepségre. 2009-ben megpróbáltuk elmélyíteni a hitünket, tehát a hit igazságaival foglalkoztunk, a 10 parancsolattal, amelyben benne van az Isten iránt, a teremtett világ, önmagunk és embertársaink iránti kapcsolatunknak a erkölcsi alapjai és gyakorlata. 2010-ben a szentségekkel foglalkoztunk. A szentségek azok, amiket közösen ünneplünk a templomban, tehát nem csak a szentmise mondás, hanem a keresztelés, a bérmálás, a betegek kenete, a házasság, tehát a 7 szentség, amink van egy kicsit jobban elmagyarázni, és az emberekkel átélni. És az utolsó 3. évben, az idei évben tudjuk, hogy az Európai Unió ezt az évet az önkéntesség évének szentelte. Mi a tevékeny szeretetnek szenteltük, mert az önkéntesség az egy dolog, de a szeretet az tevékeny. Ott lehetnek önkéntesek, ott lehetnek fizetett munkatársak, ha szabad ezt így mondanom, tehát a Caritas, a Máltai Szeretett Szolgálat, és a plébániáinkon dolgozó sok-sok névtelen ember, akik szeretetet gyakorolnak különböző helyeken. Tudjuk, hogy sok az egyedül élő, idősebb személy a püspökség területén, azokat is látogatják. December 16-án, ami biztos, 2011. december 16-án, a megalapításnak a pontos napján szeretnék bemutatni a püspökségnek a sematizmusát. Ez a sematizmus szó annyit jelent, egy általános statisztikai áttekintése a püspökségnek, püspökségünknek. Mi, hol történik a plébániák képeivel, a papokkal, akik működnek, és mi minden történik, egy rövid történelmi bevezetésre természetesen, és akkor ugyancsak szervezünk majd egy találkozót. A megyés püspök hozzátette, a szorványban különösen fontos a vallás, a hit megélése. Ennek köszönhetően ápolhatják a magyarságukat, és őrizhetik identitásukat. 6 napos tanulmányút keretében ismerhették meg Magyarország egyházi és történelmi jellegzetességeit a Vajdasági Keresztény Értelmiségi Körcsoport vezetői. A körút szervezője a Magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, célja pedig a vajdasági és az anyaországi partneri kapcsolat erősítése volt. A Vajdasági Keresztény Értelmiségi Kör és a Magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének tevékenysége, törekvése azonos. Mindkét szervezet célja a kereszténység, a hit terjesztése, elmélyítése. A személyes találkozások és kapcsolatok révén, amit a legfontosabbnak érzünk. Helyi csoportjainkban, 2 tolnai, illetve Jánoshalmi helyi csoportban vannak részben családi kapcsolatok, részben pedig önkormányzati kapcsolatok. Jánoshalmán az egyik készvezetőnk, az elnök, Jánoshalmi elnök, önkormányzati képviselő is, és neki van társ Temerinnel társ kapcsolata, testvérvárosi kapcsolata, és a családi kötelékek, amelyek viszont a tolnai elnökasszonynak szintén Temerinben léteznek ilyen kapcsolatok. Ezen keresztül indult el, az igény is régóta már fölvetődött, föltámadt, hiszen a kész immár 23 éves, és kezdettől fogva az egyik legfontosabb feladatának érzi az összmagyarság képviseletét, egységének a szolgálatát, és ezt mindennél inkább lehet a személyes kapcsolatokkal. Az anyaországi és a vajdasági civil szervezet tavaly novemberben együttműködési szerződést írt alá. Ezután az idén februárban közös elnökségi ülést tartott a 2 szervezet Szabadkán. Itt megbeszéltük a hosszú és középtávú tervet az együttműködést illetőleg, és ezen a gyűlésen határoztuk el azt, hogy a 2 szervezet jó lenne, hogyha megismerné egymás lakhelyét, úgymond, tehát ahol működnek.
Ekkor Osztye Zoltán atya, a kész elnöke felajánlotta, hogy először ők fogadnak bennünket itt Magyarországon, ami hát most meg is történt. Soros állomáson ment már keresztül a tervezés, illetve hosszú találkozások után következett be már az aláírás, ami nem egy formális aktus vagy gesztus volt pusztán, hanem egy tényleges együttműködésre tettük rá a pontot, és ez pedig egy továbbindulásnak és egy további kibontakozásnak a kezdete volt. Nagyon szép közös elnökségi ülést tartottunk Szabadkán. Ott is szóba került, illetve itt Budapesten is éppen ezekben a helységekben szintén szóba került, hogy egy középtávú és egy hosszú távú együttműködési megállapodást is kidolgozzunk, vagy pontosabban egy akciótervet sokkal inkább, amiben nagyon sokféle lehetőség rajzolódott ki. De a közös cél az egyértelműen az evangelizáció, mert azt látjuk, hogy egy egyre inkább szekularizált társadalomban, vagyis egy elvilágiasodott, elkereszténytelenedett társadalomban csak általunk jelenhet meg a konzervatív, nemzeti és keresztény gondolat, megoldási lehetőségek, javaslatok. A kapcsolatteremtés egyik jelentős eredménye volt az egyhetes tanulmányút is, amely során a vajdasági keresztény értelmiségi kör tagjai megismerkedhettek 5 egyházmegye, a csanádi, a kalocsai, az esztergom-budapesti, a székesfehérvári és a veszprémi egyházmegyék intézményeivel és történelmi hagyatékával. Különös érzés az, hogy 20 nem tudom én hány faluból, városból, községből származó helyi vezető és kék tag találkozott, de nem otthon, hanem itthon. És ez egy nagyszerű érzés volt. Én azt hiszem, minden magyar embernek jó érzés eljönni Magyarországra. Jó érzés látni a szeretetet, amelyel most fogadtak. Mindenütt megemlítették azt a gyászos dátumot, amikor nem sikerült a népszavazással biztosítani a kettős állampolgárságot. Most azóta már ez másképp van. Másrészt nagyon gazdagult a program a látnivalókban és a hallanivalókban is. Ez kettős érzést ébresztett az emberben. Egyrészt büszkeséget is látni a dicső múltat, a nagyszerű alkotásokat, monumentális építményeket. Másrészt fájdalmas is volt azért, mert valamiféleképpen érezzük azt, hogy a jelenünk sem anyagiakban, sem lelkiekben talán nincs azon a szinten, ahol volt a történelem bizonyos századaiban. Fontosnak tartom, hogy megismerkedjünk a vallásunkkal, és hogy milyen helyekre tudunk elmenni, hogy a hitünket megerősítsük, és hogy megismerkedjünk olyan emberekkel, akik befogadnak minket itt, mint ahogy itt is Budapesten, meg Esztergomban, ahol nagyon kedvesek voltak velünk a társaink. A programot a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Polgári Magyarországért Alapítvány és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia támogatta. Nagyon sok helyre eljutottunk, olyan helyre, ahová különben talán nem is jutnak el az emberek, tehát múzeumokba, érseki, püspöki palotákba, de ami számunkra legalább annyira lényeges volt, az, hogy találkoztunk a helyi csoportok vezetőivel és magával a helyi csoportok tagjaival. Én
hallottam itt félfüllel, hogy már egyes helyi csoportvezetők, magyarországiak, illetve a keresztény értelmiségi kör tagjai Vajdaságból beszélgettek azokról a lehetőségekre, hogyan fogják meglátogatni egymást a jövőben. Ezt mindenképpen pozitívan értékelem. A szervezet vezetői elmondták még, az együttműködés további, sokrétű továbbfejlesztését tervezik. A hosszú távú cél pedig a Kárpát-medencei civil egyesületek közös társulásának létrehozása. Új kereszt került a Bácskos-Hudfalvi római katolikus templom tetejére. A régi keresztet tartó gerende az évek során elkorhat, ezért volt szükség a cserére. A Bácskos-Hudfalvi római katolikus templom keresztelő Szent János nevét viseli. A torony tetején lévő kereszt cseréjének szükségességét már évekkel ezelőtt megállapították. Az épület bádok tetejének renoválásakor bukkantak rá a hibára. Az akkori munkálatokat a tartományi nagyberuházási alap és a hívők adományaiból fedezték. A kereszt cseréje azonban anyagi okok miatt elhúzódott. Mindegy 3 évvel ezelőtt, amikor utoljára a mesterek megnézték a templomunk tornyát, kiderült, hogy a kereszt mellett egy rés van, amin hát évek óta befolyt az esővíz is, ez miatt a rohadásnak indult az a gerenda, ami tulajdonképpen tartotta a templomunk keresztjét, és akkor egyben ugye kicserítük azt a gerenda részt, és akkor új keresztet szabadtunk a templomunk tornyába. Egy szép, egy színvonalas keresztet, ami hát bízunk benne, hogy sokáig fogja bírni. Hát az előző kereszt is több mint 70 évet volt a templomunk tornyába. Az elmúlt időszakban milyen munkálatok folytak, ha jól tudom, a tetőt is javították, és új csillárokat is kaptak. Igen, új csillárokat kaptunk, Szabadkán vásároltunk ilyen színvonalasakat, amik hát illenek a templomunkba. Hát a templomunk tetőzetét azt hát úgy javítgattuk, ami hát éppen megszorultunk, amikor hát félő volt, hogy a szél föl göngyölít az egész tetőzetet. Ilyen, hát ilyen alkalmi munkálatok voltak, ilyen rögtönzött munkálatok, amik éppen muszáj volt, és akkor hát ott tartunk, hogy hát előjönnek azok a rejtett hibák, amik évek óta ugye nem jöttek elő. Mit tart fontosnak elmondani a Bácskos-Hudfalvi katolikus hitközösség jelenéről? Hát az, hogy élünk, vagyunk, és bízunk benne, hogy fejlődünk is. A Bácskos-Hudfalvi plébániát 1810-ben alapították, a katolikus templom pedig 1844-ben épült. Az épület 28,5 méter hosszú és 12,5 méter széles. A helyi plébános szavaival élve, Isten házának kívülről és belülről is tükröznie kell a benne lévő lelkiséget, ezért is fontos a folyamatos megújulás. Fontos lenne, hogy a falubeliek tartsák az ősök hagyományát, hitét, azt a belsőséges meghittséget, hogy az ünnepeken túl a keresztény hit valóban a nemzetünk, életünk, emberi mi voltunknak a lényeg és alkotóeleme, és ezt nem lehet kihagyni bármennyire is a reklámok, a világ kívülállók ezt nem ismerik fel és nem értékelik. Tehát fontos az, hogy a hitünket megismerjük, hitünk szerint éljünk, hogy ünnepeinket megünnepeljük, és a gyermekeinket ebben a hitben neveljük fel, amit az elődeink megtartottak és aszerint éltek.
A keresztelő Szent János templom tetejét több mint 70 évig ékesítette a régi kereszt, amely most az épület padlására kerül előde mellé. A készülő tervek pedig már a Bácskosútfalvi templom belső terének felújítására vonatkoznak. Köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk két hét múlva is, a viszontlátásra!